Egy terecske az olasz kisvárosban, Anconában. Itt él Tomao Nicomaco, a lánya, Lucia, Dorina, Agnese, Giovanni és társaik. Az idősebb korosztály számára bizonyára ismerősen csengenek ezek a nevek, hiszen ők mindannyian az Anconai Szerelmesek című zenés komédia szereplői. Az előadás majdnem negyed századdal ezelőtt óriási sikert aratott a Nyíregyházi Színházban, több évadon keresztül játszotta a társulat. A közönség ezúttal új felfogásban, Keszég László rendezésében láthatja a darabot. Az előadás sikerének a rendező szerint több titka is van. A dalok mindenféleképpen, ezek csodálatos popslágerek, és a dalok köré kitalált reneszánsz alapokon nyugvó olasz komédia, az is egyértelműen ismerős, ismeretlenül is ismerős, szórakoztató, azok az archetípusok, amelyek szerepelnek benne, azokkal tudok, mint néző menni, van benne érzelmi vihar, tehát minden olyasmi, ami egy jó melodrámához kell, és egy jó szórakoztató előadáshoz, ezeket az összetevő elemeket és a fűszereket a szerzők belerakták, ezt igyekeztünk még ízesebbé, még jobban felnagyítani, úgyhogy én azt hiszem, hogy tudják pontosan, hogy mi a siker receptje. A zenés komédiában játszó színészek közül néhányan az előző sikerszériában is játszottak, őket most más szerepben láthatják a nézők. Nagyszerűen közreműködtek, vagy működtek közre, vagy működtünk együtt. Ilyen szempontból semmiféle nyomás nem volt se rajtuk, se rajtam, úgyhogy én mindent igyekeztem levenni a vállukról, hogy ez egy teljesen új produkció, egy ilyen érdekes történettel Nyíregyházán, hogy a legnagyobb széria volt, hosszú ideig futott, hát új zenei alap volt, 8 tagú élő zenekar, tehát ez egy más szemszögből a dolgot megközelítő produkció. Tomao Nicomaco szerepét Gulácsi Tamás, illetve Mészáros Árpád Zsolt alakítják. Partnereik Kis Eszter Júlia, Horváth Margit, Horváth Viktor, Szabó Nikolett, Jenei Judit, Tóth Zolka, Rák Zoltán, Kosik Anita és Tőkés Nikoletta. A komédia jól ismert dallamai néhány estén át felcsendülnek majd a Rózsakert szabadtéri színpadon, de szeptembertől a színház nagy színpadán is láthatják majd a nézők az előadást.